Köszöntöm Önöket! A Szubjektív mai vendége Dóczi Péter, színművész. Köszöntöm Önt a stúdióban. Mindenkit köszöntök, a nézőket is, az egész stábot. Köszönjük szépen! A pályája 1975-ben a Nemzeti Színházban kezdődött. Milyen volt egy kezdő színésznek a Nemzeti Színházban pályát kezdeni, elindítani a karrierjét? 18 évesen a Nemzeti Színház stúdiójába fölvettek, és azt hiszem, hogy komolyabb és jelentősebb tanulmány volt, mint a 4 év főiskola. Következő évben, 76-ban vettek föl a főiskolára, a Színház és Filmművészeti Főiskolára, ma Színház és Filmművészeti Egyetem, és ez az egy év nagyon meghatározó volt életemben. Nagyon sokat tanultam Őze Lajostól, Gellei Kornéltól, Sinkovics Imrétől, Besenyeitől. Ezek a nevek a nemzet nagy színészei, csupa nagybetűvel nagy színészei. Milyen útravalót tudtak egy pályakezdő színésznek adni? Elsősorban az volt számomra a legmélyebb élmény, ahogyan ők közeledtek egy szerephez, és ahogyan próbáltak. Nem is annyira az előadások, amit nézett az ember, hanem amiben részt vehetett, amiben játszott. Például a Gárdi Gáborral, Gellei Kornéllal, a Mára halálában, 1975-ben itt a belgrádi fesztiválon is játszottunk. Nekem ez volt az első kiírt szerepem, mint stúdiós, az egyik bolondot játszottam, ápoltat a darabban. Nagyon izgalmas volt, és nagyon sokat tanultam a hozzáállásukból már eleve, hogy hogyan kell egy színházban viselkedni, hogyan kell dolgozni, és dolgozni kell, nem csak próbálgatni, hanem 100%-ig ott lenni a próbán, megélni azt, amit sorozatosan, nap mint nap kiadunk magunkból, és aztán egy este, amikor jön a premier, akkor összegezve mindezt megmutatni azt, ami bennünk van. Utána vidékre került, majd egy nagy utazás vette kezdetét, rengeteg helyen játszott. Milyen tapasztalatok voltak-e itt ebben a korszakban? A főiskola után Veszprémbe kerültem, majd Miskolcra, a Nemzeti Színházhoz. Ez a 7 év nagyon meghatározó volt az életemben. Ekkor nagyon sok főszerepet játszottam Csiszár Imre színházában, ő volt az igazgató és művészeti vezető, Macbethtől Smerdjakovig, Hervé Nebáncs virágjában a Champlatreux vikomtig, tehát elég széles skálán mozgott a színészi paletta. És sokat tanultam, de ekkor kezdtem el utamat egyengetni a rendezés terén is, megcsináltam az első önálló színházi előadásomat, a Szilágyi Domokos kényszer leszállásait, amivel először a Kárpát-medencét utaztam körbe, aztán Nyugat-Európát, majd következett egy másik előadás, ami kifejezetten arról szólt, hogy a magyarság megmaradása, a magyar kultúrának a megmaradása hogyan lehetséges azokon az ország részeken, amelyeket elcsatoltak. Hervai Gizella naplóját dolgoztam föl, Szilágyi Domokos versek és Tóth László versek, vagy még Vörös Marti is került bele. Tulajdonképpen ezzel jártam be Amerikát, főleg a magyar lakta területeket, de
volt olyan hely is San Franciscóban, ahol amerikaiak jöttek megnézni ugyanúgy a hozzátartozó magyarokkal, és nagyon élvezték az előadást. A pályája során meghatározó szerep jutott mindig a külhoni magyaroknak, ahogy ön mondta, az elcsatolt területeken élő magyaroknak. Miért olyan fontos ez az ön számára? Talán valahogy a véremben is van, édesanyám felvidéki. Mi magyarországiak vagyunk már, hogy az anyaországiak apám részéről 700 éve, de ők is Erdélyből, Csíkból származnak, onnan jött el az akkori ősöm, és telepedett le itt, és azóta mondjuk Magyarországon élt, tehát az anyaországban, de úgy érzem, hogy a véremben azért él ez az erő, ez az energia, amit tőlük kaptam és tőlük hoztam. Talán a tanáraimtól is, édesapámtól is, aki 1918-ban született, és hál' Istennek a mai napig él, megvan, épp üdvözletét hozom a szabadkai magyaroknak, mikor reggel meglátogattam, ezt mondta, hogy adjam át üdvözletét. És azt gondolom, hogy az ember egy idő után, 1973-ban voltam először Újvidéken, és akkor még egész más volt ez a világ, tulajdonképpen nyugodtan lehetett magyarul beszélni, magyar szót hallani. Újvidék egyik külvárosában laktak a barátaim rokonai, és teljesen nyugodtan is bárhol használhattuk a magyar nyelvet. Ma már nem vettem észre ugyanezt Újvidéken. Szabadkán még csak-csak, de azért Újvidéken már egészen más az arány, én úgy látom. Londonban is egy hosszabb időt eltöltött. Itt mik voltak a fő állomásai a pályájának? Londonban úgy kerültünk, hogy meghívtak minket a Bagnoli Fesztiválra, ez Párizs mellett van, a Transdance együttessel, ami tulajdonképpen három táncosból és három zenészből is belőlem állt. Ez egy úgymond alternatív színházi előadás volt, az volt a címe, hogy Ideiglenes cím, és ezzel Bagnoléba, Párizsba kaptam egy külön díjat, egy előadói fődíjat nyertem, majd ezt egész Európán át vittük, Londonba kétszer is meghívták két évadra, és a Place színházba játszottuk. Dresch Trio és a Kovács Gerzsona, Horváth Csaba, aki ma nem kell bemutatni, hogy az ország egyik legjobb koreográfusa és színházi rendezője is egyben Magyarországon. Egy ártatlan gyermek a világ bajaira szintén a tiszta szenvedéssel válaszol. A mocsokra a tisztasággal felel. Isten úgy érzem a világot, nem is jókra és gonoszakra osztja, hanem a bennünk lévő jóra, és a bennünk lévő gonoszra. A zene és a tánc mennyire meghatározó az ön színházában, az ön által képviselt színházban? Én összművészeti produkciókat rendezek általában. Ilyen volt a Balbec Anzix, a Csontvári darabom. Akkor az volt tulajdonképpen az első ilyen összművészeti produkció. Előtte a Pilinszky meditáció is ilyesmi volt, de ott csak egy táncos volt, és egy zenész, és egy színész. De már a Balbec Anzix az egy 7 szereplős darab volt. Izgalmas színházi előadás, amiből egy film is készült 2004-ben. Tulajdonképpen az izgat engem, hogy hogyan lehet olyan témákat, amit lehet, hogy a színházi része nem annyira érdekelni a nézőt, akkor
a zenei vénáján megfogni, vagy a képzőművészeti vénáján megfogni, vagy a látványból megfogni, és így próbálok olyan összművészeti produkciókat létrehozni, amik egyre inkább nagyobb közönség elé tárják azt a témát. Ilyesmi volt ez a legutóbbi rendezésem, illetve az, mert azóta volt már egy Sík Sándor is, a Száz gyökérű szív, amit a Szakrális Művészeti Hetén a Bazilikában mutattunk be a lovagteremben. Itt is látható volt Szabadkán, a református templomban volt belőle egy előadás. És amit április 26-án itt mutattunk be a Lányi Ernő színházában, vagy művelődési egyesületben, egy fantasztikus kis színpad. Aztán ez a budapesti bemutatója az Új Színház Bubik István kamaratermében volt június 1-én, de pont arról szól, ami ennek a kettőnek az egysége, egyrészt az erdélyi magyarságnak az életéről és a délvidéki magyarság életéről, főleg a 44-45-ös korszakról, illetve az erdélyi rész az Hervai naplóján keresztül úgy egy emberöltőt foglal magában, és arról szól, hogy hogyan tűnt el egy emberöltő alatt 400 ezer ember, 400 ezer magyar. Ez egy darab, amit az Aracs folyóirat le is közölt, illetve ő jelentette meg nyomtatásban. A Sose volt, hogy az élet megdöglik Trianon árnyékában című darabról van szó. A 44-es, 45-ös időszak valóban egy nagyon nehéz időszak volt a külhoni magyarok számára. Ön hogyan látja, jelenleg hogyan élnek a külhoni magyarok? Ugye, amint mondtuk is, az egész Kárpát-medencében jelen van, hogyan látja az ő életüket, a mi életünket? Egy kicsit sanyarúan. Azt érzem, hogy nagyon nehéz helyzetük van, és sokszor bátorítani kell őket, hogy merjék vállalni azt a fajta helytállást, amit az őseik képviseltek. Az én jelmondatom az, hogy nem az a magyar, akinek a nagyapja magyar, hanem akinek az unokája is magyar. Ezt is próbálom megsegíteni a munkáimon keresztül, illetve bemutatni az anyaországban, Németországban, Erdélyben és máshol, ahol turnézunk ezekkel az előadásokkal. Rövidesen veled megyünk. Szemközt a torkolattüzekkel. Vágyom szembe találkozni azzal a lángolással, amely a világon ízik fehérben. Látod? Ebben a tükörben csak én vagyok. De én, aki végre szabaddá lettem, most külön találkozásra vágyom. Én, aki évek óta nem ittam. Én, aki évek óta nem ettem. Fiatalságomban most a te hiába való életedben szeretnék megfürödni. Az, ami neked fűz, nekem te. Az, ami neked kard, nekem nyakék. Az, ami neked világ, nekem világosság. Én azt érzem, hogy kemény helytállás kell ahhoz, és összefogás. Össze lehet fogni például úgy, hogy a jelenleg szlovákiai felvidéki magyarok szövetkeznek például a délvidéki Szerbiában élő magyarokkal, vagy akár az erdélyi magyarokkal. És én azt gondolom, ha ilyen társulások kerülnek elő, akkor azt már élvezhetővé tudjuk tenni úgy, hogy az Európai Unióból is némi támogatást szerezni ahhoz, hogy igenis a saját magunk kultúráját erősíteni tudjuk, és meg tudjuk mutatni Európának, hogy kik vagyunk mi. És
erőt gyűjtsön az, akinek nehéz megszólalni magyarul, mert nem az anyanyelvén hallja a televíziót, mert nem az anyanyelvén olvashatja az újságot, de mégis benne él az erő, él a kitartás, és azt gondolom, hogy ezt nekünk anyaországiaknak erőteljesen segítenie kell. Ön jelenleg a Szabadkai Népszínház darabjaiban is szerepet vállal, játszik, és mit lehet ezekről tudni, tehát mik ezek a darabok, és hogyan zajlanak ezek a próba folyamatok? Az elmúlt időszakban, az ügynök halálában én játszottam a Charlie-t, a barátot, aki a barátja Willy Lohmannek, és én azt gondolom, hogy egy elég kemény próbafolyamaton vagyunk keresztül. A bemutató ugye megtörtént 10-én, november 10-én, és a közönség visszajelzéséből én csak örömmel tudom venni, hogy gyönyörű tapsok jelzik a végén az előadás meghálálását a közönség részéről. Elég nehéz körülmények között próbáltunk, és jutunk előre, de azt hiszem, hogy ha van erőnk és kitartunk, akkor csak létrejöhetnek azok az előadások, amit az igazgató, a jelenlegi igazgató Andrássy Attila szeretne a közönségnek megmutatni, és újra visszatér egy olyan normális, erős színház, ami mindenkihez szól, aki nem csak egy réteg közönséget akar meggyőzni, hanem azt akarja, hogy átélje a néző a színházat, és velünk együtt átélje a mi történelmünket, a mi kultúránkat és a mi életünket. Luci Péternek köszönöm szépen a beszélgetést, a nézőknek pedig további szép napot kívánok, a viszontlátásra. Viszontlátásra.